Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon összeférhetetlenség miatt megszüntették a polgármester jogviszonyát. Eredményesen gazdálkodtak, több mint 600 millió forintot takarított meg a bonyhádi önkormányzat 2022-ben. Társulási ülés, a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó is előadta a napirendi javaslatait. Rekordot döntöttek a vadászok, 3,7 millió forint gyűlt össze a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztályának. Összeférhetetlenség miatt megszüntették Szekszárd polgármesterének jogviszonyát. Erről csütörtökön döntött a közgyűlés. Ács Rezső viszont közleményt adott ki, amiben azt írja, jogi úton támadja meg a határozatot. Zárt ajtók mögött döntöttek a közgyűlés tagjai csütörtökön arról, hogy megszüntetik a szekszárdi polgármester jogviszonyát. Szerintük ugyanis évek óta összeférhetetlenség áll fenn Ács Rezső esetében. Egy korábbi vagyonnyilatkozata szerint ugyanis városvezetőként az Erőv ZRT stratégiai tanács elnöki tisztségét is betölti párhuzamosan, amiért havonta 300 ezer forintos fizetést kap. Pedig a közgyűlés tagjai szerint a törvény kimondja, hogy a városok főállású polgármesterei nem vállalhatnak másodállást. Ezt feltüntette a vagyonnyilatkozataiba is, tehát ezt jogosulatlanul vette föl, ez úgynevezett jogcím nélküli gazdagodás, tehát ez mindenképp lehetőséget adott arra a közgyűlésnek, hogy ezt a törvénytelenséget megszüntesse, és ezáltal a polgármesternek a pozícióját felfüggesztette, vagy hát polgármester az állásából felfüggesztettük. Máté Péter azt mondja, ő és Bomba Gábor, az Éjjel Szekszárd frakció vezetője, megpróbálták személyesen átadni a felmondást Ács Rezsőnek, a városvezető viszont nem volt hajlandó átvenni a dokumentumot. Erről mind a ketten Bomba Gáborral nyilatkoztunk, hogy nem vett át, és ettől egy jogi eljárás meg fog kezdődni, de a közgyűlési döntés az adott, és Ács Rezső, hát 2017-től hosszú időn keresztül jogosulatlanul vette át véleményünk szerint vette fel a fizetését és a költségtérítését, ez sok-sok pénz, úgyhogy meglátjuk, mi lesz az eredmény, biztos, hogy bíróságra fog menni. Ács Rezső eközben közleményt adott ki a polgármesteri hivatal sajtószolgálatán keresztül. Ebben mások mellett azt írja, a döntést minden lehetséges jogi úton megtámadja. Megemlíti azt is, hogy a másodállását soha nem kifogásolta senki. Mint fogalmaz, ha a két pozíció valóban összeférhetetlen, akkor is ragaszkodom ahhoz a jogomhoz, hogy én döntsem el, miképp oldom fel azt, vagyis hogy melyik tisztségemről mondok le. Én vagyok Szekszárd polgármestere, és a jövő évi választásokig az is maradok, zárja a közleményt Ács Rezső. Az esetről szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort, az Éjjel Szekszárd frakció vezetőjét is, ő viszont nem nyilatkozott. Életet mentett egy szabadnapos szekszárdi tűzoltó. Épp munka után ment haza, amikor észrevette, hogy egy autó az utat elhagyva füves területre hajtott. Azonnal odarohant, ahol azt látta, hogy az eszméletlen áldozat keringése és légzése is leállt. Kérte a közeli járókelőket, hogy tárcsázzák a 112-es központi segélyhívót. Egy szintén szabadnapos ápolónővel közösen megkezdték az előírásoknak megfelelő protokollt. Ezt követően a beteget stabil oldalfekvésbe helyezték, aki rövid időn belül ismételten nem mutatott életjeleket, ezért folytatták az újraélesztést, egészen a tűzoltó kollégák kiérkezéséig. A bonyhádi hivatásos tűzoltók átvették a sérültet, és folytatták a mellkas kompressziót a mentőszolgálat helyszínre érkezéséig. A mentők stabilizálták a beteg állapotát, majd kórházba szállították. Az idős férfi azóta jól van. Június 1-én indul a kötelező akciózás a boltokban. Ez azt jelenti, hogy 20 termék kategóriában tudnak majd jóval olcsóbban élelmiszereket venni az emberek, mondta a kormány szóvivő a közösségi oldalán közzétett videóban. Szent Királyi Alexandra szerint a kötelező akciózásra azért van szükség, mert a háború és az arra adott elhibázott brüsszeli szankciók nagyon megemelték az árakat, ami az élelmiszer árakba is begyűrűzött. Plusz 600 millió forinttal indította a 2023-as évet Bonyhád városa.
Mindez a tavaly bevezetett takarékossági intézkedéseknek köszönhető, hangzott el a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A pénzügyi osztály vezetője szerint stabil lábakon áll a település ezévi költségvetése. Bár a jelentős áremelkedések miatt más önkormányzatokhoz hasonlóan nem volt egyszerű dolga 2022-ben a bonyhádi városvezetésnek sem, mégis elmondható, hogy a költségvetésben kitűzött célokat meg tudták valósítani, mondja a pénzügyi osztály vezetője, sőt az energiatakarékossági intézkedéseknek, korlátozásoknak köszönhetően még spóroltak is. Az év során azt mondhatjuk el, hogy a bevételek maximálisan teljesültek, és mintegy 50 millió forinttal túl is teljesültek. A kiadások tekintetében pedig összefoglalhatjuk azt, hogy az intézményrendszer működése stabil volt, a város üzemeltetési feladatok finanszírozása biztosítható volt, a segélyek, a különböző támogatások folyosíthatóak voltak, és ezek a költségvetés keretein belül tudtak megvalósulni. Az éves költségvetés, vagyis a 4,8 milliárd forint mintegy 80%-át használta a működtetésre az önkormányzat, a fennmaradó 20%-ot pedig fejlesztésekre fordították a városban. Az évet azt gondolom, hogyha egy önkormányzatnál eredményt lehet számítani és gondolni, az Bonyhád város önkormányzata esetében maximálisan eredményes volt, hiszen a gazdálkodási évét az önkormányzat tartalékkal, soha nem látott volumenű záró pénzkészlettel zárta, amely több mint 600 millió forint volt az év végén. Ez a 600 millió forintot meghaladó összeg a 2023-as év költségvetésének stabil alapját képezi, aminek köszönhetően még több tervet tud megvalósítani ebben az esztendőben a bonyhádi önkormányzat. Olyan részeg volt egy iregszemcsei sofőr, hogy belehajtott az őt igazoltatni tervező rendőrök kocsijába. A 21 éves férfit éppen le akarták inteni, ő viszont olyan részeg volt, hogy előbb fékezni kezdett, majd jobbra letért az úttestről. A kocsi megcsúszott a füves útpatkán, majd az álló rendőrautónak ütközött. Mindkét járműben anyagi kár keletkezett, és az autót vezető férfi könnyebben megsérült, esetében a szonda pozitív értéket jelzett. Az ittas sofőr a biztonsági övet sem használta. Ülést tartott a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tanácsa. Ezt követően a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó társulás tanácsa is előadta a napirendi javaslatait. Az előterjesztéseket a társult önkormányzatok képviselőtestületei által delegált tagok elfogadták. Öt napirendi pontot tárgyalt meg a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tanácsa. Ezek közül a zárszámadás elfogadása volt a legfontosabb, hiszen ezt minden év májusában el kell fogadni, mondta Pintér Szilárd polgármester. Az elmúlt évek során soha nem volt még ez semmi probléma, hiszen a pénzügyi stabilitásunk és a működésünk azt gondolom, hogy arra predesztinál minket, hogy el tudjunk számolni minden májusban. Szakmai beszámolót is volt szerencsém meghallgatni a társulási tagoknak. Nyilván a tavalyi év a Magyar Falu Top Plus és egy-két líder pályázat jegyében telt. Remélem, hogy 2024-ben ez a szakmai beszámoló egy kicsivel bőven beszédű lesz, hiszen kollégáim több pályázat tudnak készíteni, és a vidékre, a falvakba több pénz fog jutni, mint amely tavaly jutott. A 2022. évi belső ellenőrzési beszámolót is elfogadta a társulás, tette hozzá a polgármester. Ez is nagyon fontos, hogy belsenezési szempontjából is sallagmentesen tudtuk venni a 2022-es évet. Nyilván miután ilyenkor nyári szünetre készülünk, és szeretném, hogyha úgy zárnánk az első fél évet, hogy egy szakmai kirándulást is még beleférjen, ezért arra tettem javaslatot kollégáimnak, hogy az elmúlt években egy kiemelkedően fejlődő dunántúli várost látogassunk meg, és nyilván Mohácsra szeretnénk júniusba eljutni, ahol azt gondolom, hogy olyan tapasztalatot tudunk szerezni, amelyet később tudunk kamatoztatni. A társulási tanácsülést követően a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó társulás is előterjesztette 6 napirendi pontját. Ennek során többek között a tavalyi év működéséről és a belső ellenőrzések eredményeiről, valamint a zárszámadásról számolt be dr. Németh Tímea, a társulási tanács elnöke, Dombóvár alpolgármestere. A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény a városban nyújtott bizonyos szolgáltatásait érintő döntéseket is előadta a társulási tanács elnöke.
Elhunyt Krahun Szilárd bátaapáti polgármestere. Krahun Szilárd 1951-ben Alsó-Szent Ivánon született. 1955 óta élt Bátaapátiban. 1985-től 1994-ig községi előjáróként dolgozott. 1990-ben még az önkormányzati választások előtt néhány hónappal tanácselnökké választották. Az őszi választásokon polgármesterként kapott bizalmat. Ezen tisztségét 2010-ig töltötte be, majd két ciklus után 2019-ben a választáson ismét megszerezte a szavazatok többségét. A múlt héten 225 új koronavírus fertőzöttet igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta 2.202.716-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, közölte a koronavírus sajtóközpont. Az elmúlt héten elhunyt 3 beteg, így az elhunytak száma 48.868-ra emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2.151.299, az aktív fertőzöttek száma pedig 2.549-re csökkent. Jelenleg 165 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus ellen beoltottak száma 6.422.390, közülük 6.210.852-en a második, 3.905.398-an a harmadik, 425.861-en pedig már a negyedik oltásukat is megkapták. Az elmúlt évekhez képest csaknem 4-szer több, 3,7 millió forint gyűlt össze a Tolna vármegyében az országos jótékonysági vadászaton. A pénzt a hagyományokhoz híven a Balassa János Kórház gyermekosztályának adományozták a vadászok. Az intézmény 7 hiánypótló orvosi eszközt tudott beszerezni a támogatásnak köszönhetően. Függőségi táska meg olyan ellátásoknál van, hogyha kórházakon belül kell szállítanunk, akkor ugye általában ezen a táskával szoktunk menni a transport ideje alatt. Új eszközökkel gyarapodott a Balassa János Kórház gyermekosztálya, ugyanis idén 3,7 millió forint gyűlt össze Tolna vármegyében az országos jótékonysági vadászaton. Ez az összeg jóval több, csak nem négyszerese a korábbi években az intézménynek eljutatott támogatásoknak. A pénzből sürgősségi táskákat és sürgősségi kocsit szereztek be, emellett a gyermekszemészeti ellátást is tudták fejleszteni a kórházban. A vizsgálatokhoz szükséges próbalencsesort vásároltak kerettel és lineáris polarizációs szűrővel. A harmadik eszköz pedig egy olyan pótolhatatlan eszköz, amivel az MR vizsgálatok során tudjuk a betegeket monitorizálni folyamatosan, közel 30-40 perces vizsgálatokat tudunk egy olyan pulzoximéterrel vizsgálni, amivel ugye az oxigén-szaturációs értékeiket, a púzusokat, vitális paramétereiket tudjuk ellenőrizni, és ezáltal folyamatosan nyomon követni, hogy az állapotukban esetleg valamilyen romlás bekövetkezik a vizsgálat ideje alatt. Ezúttal 3 helyszínen, Alsónyéken, Szálkán és Kaposkoppányban közel 100 vadász csatlakozott a kezdeményezéshez. 15. helyről felkúszott Tolna vármegye az országos listán 4. helyre, úgyhogy jövőre mindenképpen az a cél, hogy dobogós helyen végezzünk, és nagyon szeretném azt, hogyha a 3,7 millió forintból egy még szebb összeget tudnánk a vadásztársadalommal közösen felajánlani a gyermekosztály számára. Horváth István Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki egyébként szintén részt vett a vadászaton, elmondta, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak a jótékonysági akcióhoz. Amellett, hogy a természettel való kapcsolatát erősíti a vadász, ezen kívül a saját maga költségére jótékonykodik és pénzösszegeket gyűjt annak érdekében, hogy a Tolna vármegyében lévő gyermekeknek a kórházi ellátása az minél magasabb színvonalú legyen. Ez a fajta társadalmi szerepvállalás, amit a Tolna megyei vadászok most példaértékűen mutattak, ez más közösségek számára is előremutató lehet. 2013 óta szerveznek jótékonysági vadászatot hazánkban, országossá azonban 2019-ben nőtte ki magát a kezdeményezés. A Magyar Vadásztársadalom idén 21 kórháznak nyújtott összesen 46,5 millió forint értékű támogatást, a 10 év alatt pedig 116 ezer gyermeknek segítettek már. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Visszaéltek a politikusok személyével, feljelentést tettek a pécsi képviselők. Vizsgálják a mecseki forrásvizeket, nem ajánlják fogyasztásra a szakemberek. A méreténél fogva félelmetes rovar egyáltalán nem agresszív, ismét megjelentek az óriás tőrös darazsak.
hamis Facebook profil miatt tett feljelentést a pécsi Tiszta Kezek frakciója. A politikusok szerint így akarták lejáratni őket. Olyan tartalmakat osztottak meg a nevükben, amikkel nem értenek egyet, és ezt sérelmezik. Szeretnék felhívni képviselőtársaik figyelmét a közgyűlésben, hogy nem ezt a politikai kultúrát akarták megvalósítani, nem ezt ígérték a kampányban a választóiknak. Ez a Tiszta Kezek frakció Facebook oldala látszólag. A pécsi közgyűlésben politizáló képviselők azt mondják, csalók hozták létre a profilt, amit nemrég vettek észre. Az oldalra olyan bejegyzéseket, tartalmakat tettek ki a személyes fotóikkal, amikkel nem értenek egyet. Tulajdonképpen ez a Facebook oldal azt sugallja, hogy ez a Tiszta Kezek frakció, aki a pécsi közgyűlésben tevékenykedik, illetve szolgálja a választópolgárokat, tulajdonképpen egy Fidesz lerakat. Bogner Szilvia azt mondja, az álpolitikusi oldal működtetése nem csak a jó ízlést, hanem a törvényességet is sérti szerintük, ezért felléptek ellene. Folyamatosan jelennek meg tartalmak, és a mi fényképeinkkel közölnek posztokat, olyan közléseket, amiket mi nem tennénk, és nem is tettünk. Ez bizony már úgy vélekedünk, hogy ez kimeríti a jó ízlés határát, és éppen ezért megtettük a szükséges lépéseket, és feljelentést tettünk az ügyben. Az ügynek hangot adnak majd a pécsi városházán, így akár politikai következménye is lehet a csalásnak. Én azt gondolom, hogy a közgyűlésen kérdésként fel fogjuk vetni, de leginkább egyfajta kiállást szeretnénk elérni a pécsi közgyűlés tagjaitól, hogy mélyen elítéljük azokat a politikai szereplőket, de akár átlag választópolgárokat is, akik ilyen nemtelen módszerekkel akarnak bármit befolyásolni a nyilvános térben. Bogner Szilvia azt mondja, a 2019-es választási kampányban egy újfajta politikai kultúrát ígértek a baloldalon. Ebbe pedig nem fér bele, hogy másnak a nevével, arcával visszaélve közölnek dolgokat, mondja a politikus. A tavasz és a jó idő beköszöntével egyre többen kirándulnak, túráznak a mecsekben. Ezért különösen fontos, hogy a természetjárók tisztában legyenek vele, a forrásvizek folyamatosan változó vízminőségük miatt kizárólag saját felelősségre fogyaszthatók. A Baranyai tiszti főorvos stábunknak elmondta, súlyos esetekben fulladáshoz, halálhoz is vezethet a szennyezett víz fogyasztása, mely főként a várandós nőket és a csecsemőket veszélyezteti. Nem ivóvíz olvasható ezen a betonlapon, amely alatt forrásvíz csopog a mecsekben. A jó idő beköszöntével egyre többen kirándulnak a természetben. Ezért is fontos, hogy a túrázók tisztában legyenek az ilyen vizek fogyaszthatóságával. A Baranya megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya évente végez méréseket az ilyen kutaknál. 32 forrást szoktuk megvizsgálni, kisebb-nagyobb rendszerességgel, tehát valamikor némelyek kimaradnak, hiszen van olyan időszak, amikor kiszáradnak a források, tehát nem is tudjuk őket vizsgálat alá vetni. Az a lényege, hogy ezek tájékoztató jellegű vizsgálatok, hiszen a mecsekben eredő forrásoknak nagyon sérülékeny a vízbázisa. Magas nitrát tartalom jellemzi ezeket a vizeket, valamint állati ürüléktől, más biológiai szennyeződésektől eredő anyagok is találhatók a források vizében, mondja a tiszti főorvos. Ezek az anyagok súlyosan meg tudják betegíteni az embereket. Egy a lényege a forrásokkal kapcsolatos vízvizsgálatoknak és ezeknek az eredményeknek, hogy mi szakembereként, vízigénész szakembereként egyáltalán nem ajánljuk, javasoljuk ezeknek a forrásvizeknek a fogyasztását szigorúan saját felelősségre, de hát itt akkor a felelősség tekintetében visszautalok az előbb elmondottakra. A népegészségügyi főosztály szakemberei jelenleg is végzik a méréseket. Az eredményeket a Baranyai Kormányhivatal honlapján teszik majd közzé. Ismét megjelenhetnek a kertekben, de akár közterületeken is az óriás tőrös darazsak. Ez a méreténél fogva félelmetes rovar azonban a lódarázssal ellentétben egyáltalán nem agresszív. Ilyenkor van a nász időszak, ami néhány héten belül véget is ér. Mivel védett fajról van szó, eszmei értéke 50 ezer forint, ezért a szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne írtsák az állatot.
Ezeken a korábbi felvételeken egy biokomos szalag és egy felirat látható. A figyelmeztetésre az óriás tőrös darazsak jelenléte miatt volt szükség ebben a Pécsi utcában. Az akár 5 cm hosszúságú rovar idén is megfigyelhető a kertekben, parkokban, ahol a korhadó fák és a komposzt körül repked. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy bár méretüknél fogva félelmetesnek tűnhetnek, a lódarázssal ellentétben ezek nem agresszív állatok. Az alapvetően magányosan élő darázsfajnak ilyenkor van a nász időszaka, leginkább őket ilyenkor fatuskó környezetében látni, nagyobb rajokba verődve. Ám ez az időszak néhány héten belül véget ér, és a nagyobb rajzás tulajdonképpen megszűnik. Társaságunk azért sem írtja őket, mert a törös darázs védett darázsfaj, inkább megpróbáljuk felhívni a figyelmet az adott területre, ahol felbukkannak. Ezt a terület körbekerítésével vagy kitáblázásával tesszük meg. Ok nélkül nem támadnak és odafigyeléssel egyszerűen megkülönböztethető más fajoktól. Nősténye sárga fejű, a hím pedig fekete fejéről ismerhető fel. Ezen időszakban a nőstények petéiket lemezes csápú bogarak lárváira rakják, amelyekből a kikelő darázslárvák táplálkozni tudnak. A törös darazsak parazitoidok, azaz szaporodásukhoz, a peterakáshoz nagyobb termetű rovarok lárváira van szükségük. A törös darazsak ezért nélkülözhetetlen elemei a kiskertek, parkok, ültetvények vegyszermentes rovarok elleni védelmének. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Közgyűlés Szekszárdon összeférhetetlenség miatt megszüntették a polgármester jogviszonyát. Eredményesen gazdálkodtak, több mint 600 millió forintot takarított meg a Bonyhádi önkormányzat 2022-ben. Társulási ülés, a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó is előadta a napirendi javaslatait. Rekordot döntöttek a vadászok, 3,7 millió forint gyűlt össze a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztályának. Pénteken alapvetően kellemes idő lesz, de a napsütést délután ismét erősebb gomoly felhőképződés zavarhatja meg. Elszórtan hevesebb záporok, egy-két viharos zivatar is kialakulhat. Este elcsendesednek, megszűnnek a csapadékgócok. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!